Abban az időben az ember fiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé idejében történt. A vízözön előtti napokban ettek, ittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön, és el nem sodorta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az ember fiának megjelenésekor is. Ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el uratok. Gondoljatok arra, ha a ház ura tudná, hogy mikor jön a tolvaj, bizonyára virrasztana és nem engedné, hogy házába betörjön. Legyetek hát készen, mert az ember fia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok. Jött a vízözön, és el nem sodott a mindnyájunkat. Immár 10 éve, 2004 karácsonyán kedves barátomat és iskolatársamat, Ildikót, családja meggyőzte, hogy végre egyszer vegyen ki szabadságot, és pihenjen egy keveset. Befizettek neki Indonéziába, Baliba egy államhetet, a két ünnep között agy mondani szokás. Megérkezésének estjén sétálni ment a tengerparton. Akkor látták utoljára. Őt is elsodorta a cunami. Ilyenkor megrettenünk. Felismerjük tehetetlenségünket a természet erőivel szemben. Egy rövid időre elveszítjük a technika mindenhatósága vetett hitünket is. Noé korszaka amolyan korabeli globalizáció lehetett. Az emberek akkor is elbízták magukat. Ettek, ittak, nem törődtek a holnappal, mint ma. Ez a történet valahogy mindig aktuális, az özönvíz pedig globális volt, nem regionális, mint a cinami. Amikor persze Jézus arról beszélt, hogy nekünk, Noé ők unokáinak statisztikailag 50%-os esélyünk van, hogy megmeneküljünk, hogy fölvegyenek, és ugyanannyi, hogy érdemtelnek legyünk, akkor bizony az fej vagy írás. Mintha bizony a puszta véletlen nem múlna. Pedig nem, mert ha készen vagyunk, nincs mit aggódnunk. Az intés kihozaníthat, ne az ajándékokon törjük fejünket, hanem az egy ajándékon, ami számít, hogy szeretteinkkel együtt a jó 50%-hoz tartozzunk.